Nemrég jelent meg a Nova Prospect zenekar új dala és klipje Ég velünk címmel, ezt a dalszöveget pedig Siklósi Őrs, az AVS frontembere jegyzi. Nem sokára erről is beszélgetek a zenekarral, de előtte jöjjön egy igazán zúzós klip. A Nova Prospect zenekar legújabb klipjét láthattátok, vendégem pedig a zenekar énekesnője Besnyő Gabriella, gitáros Kis József és Kerecsen László, aki most kliprendezőként van jelen. Sziasztok! Hello, hello, sziasztok! Sziasztok! Nagyon szeretjük ezt a dalt, elképesztően jól sikerült. Nektek mennyire áll ez közel a szívetekhez? Legközelebb. Mindig a legújabb dal az, ami a legközelebb áll a szívetekhez? Hát, mivel azzal foglalkozunk a legtöbbet, így igen, meg ez egy picit más, mint ami tőlünk megszokott, a stílusában is, meg a mondani valójában is, és így igen. Ha már mondani való, Siklósi Őrs jegyzi a dal szöveget, hogy jött ez a közös munka? Hát ugye Őrs 1000 éve ismerjük már egymást, az előző lemezen is volt egy közös dal, az ugyan igazi duett volt, mert ugyanott is ő írt a szöveget, de ott ugye énekelt is a dalban. És amikor írtuk az új lemezt, akkor mindenféleképpen szerettem volna ismét egy ilyen kooperációt, és igazából rágondoltam, mert annak idején, amikor azóta híressé vált Viszlát Nyárnak a vokál részeit Gabi is főenekelt egy soron, az utolsó refrént, akkor viszont jó volt hallani azt, hogy egy más énekdallamot, nem a mi általunk általában eljátszott énektémákat halljuk vissza egy zenében, hanem Gabi egy más szöveget, más dallamot énekel. Gabi, mennyire találtad meg önmagadat ebben a szövegben? Mennyire szeretted ezt? Mert bárki hallgatja, szerintem tudja, hogy ezt az Őrs írta. Ez elsőre ilyen tökéletes volt, és így tetszett neked? Igazából, mivel a többi szöveget sem én írom, hanem egy ötödik taga, a zenekar ötödik tagja, aki már nem koncertezik velünk, nekem ez sosem okozott gondot, hogy más szövegét adjam elő, úgymond hitelesen.
Mert... És nagyon hitelesen. Nem, mert mindegyik egyébként egy picit az ember életéről szól, tehát én hétköznapi dolgokról, tehát nem volt az olyan nagy kihívás. Laci, téged most rendezőként köszöntöttelek, de ugye énekesként a Newfound Request énekese vagy. Mennyire volt neked könnyű együtt dolgozni a srácokkal úgy, hogy te is ebben mozogsz, könnyebben tudtál mindenkit instruálni, vagy talán ez volt a nehézsége, hogy a másik oldalt is pontosan ismered? Nem, hát pont, hogy nem volt nehéz, mert hogy itt szintén egy ilyen nagyon régi barátságról beszélünk, ugye nekünk is van már közös dalunk, hát zeneileg is dolgoztunk együtt, emberileg is ugye egy tök jó barátság van, meg szakmailag közös turné, stb. Stb. Úgyhogy igazából annyira gördülékenyen ment, hogy nagyon. Tehát, hogy ja, és már másodszor dolgoztunk igen, együtt egyébként. Tehát, nem kell megfejteni egymás gondolatait. Tehát, hogy azért már eltöltött a két zenekar egymás mellett annyi időt, hogy így egyrészt megvan egy tök jó bizalom, tehát, hogy ez tök jó, a másik fele meg az, hogy ugye nagyjából azért ismerem úgy a srácokat, hogy tudom jó, hogy mi tetszik, abba könnyű belevinni azt, ami nekem tetszik, és akkor ezek így mindig gyakorlatilag elsőre jöttek a dolgok, hogy ez jó legyen. Tisztában vagy a határainkkal. Bocs. De ez jó is egyébként, ez nagyon fontos, mert szerintem elképesztően jól sikerült, és két főszereplője is, vagy két szereplője is van ennek a klipnek. Kik ők, és pontosan mit játszanak el nekem? Van sejtésem, de én tőle szeretném hallani. Női főszereplő az Fockó Dalma, és a fiú szereplő pedig, fiú, hát egy életerős férfiről igen. beszélünk. Horváth Dani. Gyakorlatilag ugye ez gyakorlatilag egy szakítós dal, de nem egy hétköznapi szakítós dal. Tehát egy nem hétköznapi szakítós dalhoz nem lehet egy hétköznapi szakítós klipet csinálni, és ezért ezt egy kicsit ilyen extrémebb, meg egy kicsit ilyen megbolondítottabb dologba képzeltem el. Gyakorlatilag ők egy párt játszanak, csak annyira nem működnek a dolgok, nem igazán illenek ők össze, és ugye ebben vannak ilyen kis apró utalások, apró kis csavarok, tettünk bele egy ilyen kis vintage 80-as évek hangulatot, ami így elviszi az egészet egy ilyen szürreálisabb hatás felé, illetve az, hogy ugye a dalmának, mint kiderül a klipben, van egy ilyen természet fölötti képessége. És ugye gyakorlatilag a dalma ilyen nemes egyszerűséggel, meg az én ilyen kis perverziómmal, ő úgy szakít a fiúval, a fiúval, hogy nemes egyszerűséggel megöli a végén, tehát hogy így is lehet. Ez egy szép szerelmet. Nektek azonnal tetszett ez a forgatókönyv, vagy ezt te egyedül raktad össze, és teljesen megnézted? Ránk erőszakolta. Némileg változott, de végig végigvittük azt, ami az eredeti koncepció volt. És hát ugye ki a következő áldozat a főszereplőhölgynek? Te magad. Ja, igen. Igen, te is feltűnsz a klipben, ez fontos volt? Igazából is, nekem is ez a kedvenc dalom, és így mondtam, hogy valami közön, ha már én nem énekeltem benne, meg nem írtam bele egy sort, meg semmi, mondom, valahogy én akkor ezt így maxoljuk ki. Hát tényleg erről a lemezről ez nekem is ilyen nagyon... Hát én amikor először meghallottam a lemezt, ezt így kinéztem magamnak, és amikor így szó volt, hogy hát csináljunk klippeket, valamelyik majd erről, meg arról, meg arról, és akkor én mondtam, hogy na, de ahhoz a dalhoz mindenféleképpen legyen klip. És ezt így nekem ilyen nagyon szívemcsücske volt, meg igazából sok ilyen spontanitás volt a dologban, ez szintén az volt, és most így ez volt a legegyszerűbb magamat leakasztani, így, mint hogy az utcáról valakit. Ez kellett, és ez nagyon jó, hogy te megjelensz ebben a klipben. Egy kicsit beszéljünk most már a koncertekről, akkor a zenéről. Nem sokára itt az A38-on egy különleges estén fogtok részt venni, ahol három zenekar fog játszani, három énekesnővel, három női frontemberrel. Hogy lesz ez pontosan? Ez szombaton lesz majd itt az A38-on, és ez a már tavasszal ennek a turnénak gyakorlatilag lement a nagy része. Tehát ez egy kipróbált hármas, akikkel most játszunk, a Tales of Evening-el és a Leecher-rel. Gyakorlatilag a Tales of Evening a főzenekar, és mi mint egy ilyen különleges vendég vagyunk benne ebben a turnéban. Nagyon jól összeszoktunk a csapattal, és nagyon cukik, imádjuk őket. És nagyon örülünk, hogy itt az A38-on tudjuk gyakorlatilag lezárni ezt a turnét. És azt hogy csináltátok, hogy ugye májusban volt a turné vége, és igazából most zárjátok le, azért ez elég sok idő. Sokat kellett erre várni, akkor nagyon várjátok ezt az estét már? Abszolút nagyon várjuk. Tényleg a hajó az egyik, ha nem a legkedvencebb koncerthelyünk itt az országban. Gyakorlatilag a turné vidéki állomásai lementek tavasszal, az úgy jött ki, viszont ugye a pesti dátum az egy mindig egy kiemelt dolog, és inkább megvártuk vele a megfelelő időpontot, az őszt. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és elhoztátok a klipet, és akkor a koncerthez meg sok sikert kívánunk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Azt is, hogy itt lettünk.